2016. augusztus 4-én délután Balázs Árpád egykori horgászelnök emlékére kopjafát avattak mezőtúron a Túrtőben a Matulaházaknál. A néhai elnök munkáját méltatta Pongrácz Zoltán, a Mezőtúri Horgász Egyesület jelenlegi elnöke. Engedjék meg, hogy köszöntsem Herceg Zsoltot, Mezőtúrváros polgármesterét, Búsi Lajost, helyettes államtitkár urat, hogy miért vannak ők itt, és akkor egy nagyon rövid és tömör, még Boldog Istvánt is meghívtuk, ő sajnos a országgyűlési munkája miatt nem tud jelen lenni, ugyanis így négyen adtuk át 4 évvel ezelőtt ezt a komplexumot. Ezen kívül szeretettel köszöntöm az összes meghívott vendéget, illetve a Mezőtúri Horgász Egyesület vezetőségét. Hajdanába azt hiszem 8 évvel ezelőtt, még annyit engedjenek meg, hogy elmondjak, hogy az én édesapám is az pontosan 1941-ben született, mint Balázs Árpád, mondjuk őt sajnos korán elvesztettem, de egy 8, majdnem 10 évvel ezelőtt találkoztam Árpáddal, és viszonylag szoros kapcsolatot alakítottunk egymással, hát egyrészt munkakapcsolat, másrészt volt ebbe baráti kapcsolat is. És mint hogy önök itt látják, ugye ez a komplexum, ez nem jöhetett volna létre, hogyha akkor Árpád, mint az egyesület elnöke, ezt nem kezdeményezés, nem szorgalmazza. És hogy az egyesület vezetősége mennyire a jövőbe tekint, az abból is látható, hogy körülbelül 2000 fászáru növény van itt elültetve önök körül. És az ember fát akkor ültet, hogyha az unokáira gondol, illetve a gyerekeire, és nem pedig saját magára. De félretéve azt, hogy mennyire a jövőbe, illetve a jövőnek építkezünk, azért néha én úgy gondolom, hogy vissza kell tekintenünk a múltra is. És ennek az egyik jeles eseménye, Árpád halála után megszerveztük a Balázs Árpád emlékversenyt, ami idén sajnos már a 7. alkalommal lett megrendezve. És hogy mennyire szeretik ezt a egyesületünk tagjai, az látszik abból, hogy a legelsőn kb. 15 ember vett részt, az idei évi Balázs Árpád emlékversenyen pedig már 80-an voltak. Óriási sikerrel zajlik ez az esemény. És akkor jött egy felkérés a Herceg Antal, illetve egy ötlet a Anti bácsi részéről, hogy mi lenne, hogyha itt, ahol nagyjából az Árpád keze munkáját látják önök is, hogy itt akkor csinálnánk egy emlékhelyet az Árpád tiszteletére, illetve a ő munkásságának a tiszteletére. Az emlékhely kialakításának kezdeményezője Herceg Antal személyes baráti megemlékezést adott a jelenlévőknek. Tisztelettel köszöntöm az emlékmű avatásán a jelenlévőket. Engedelmükkel emlékezésemet idézettel kezdem. Jóságban, tisztességben, becsületben soha nem lehet legyőzni az embert. A szél akkor hagy céltudatosan előre, ha vitorlát tartunk elé. Balázs Árpád ezt tette. Az emlékhely elkészítésére Balázs Árpád személyisége motivált. Műszaki tanárként legfogékonyabb korosztály tanította. Nem csak a jelenre, hanem a jövőre is volt elképzelései. Matulaházak alkalmasak pihenésre, szellemi és gyakorlati horgásztudományok elsajátítására, a jövő nemzedék kultúrát pihenéséhez és szellemi gyarapodásához létesítmény minden lehetőséget biztosít. Hogy is volt az elmúlt 50 évben? Árpi bácsi, ahogy a horgászok őt megszólították, a 60-as, 70-es évek óta szenvedéllyel, kitartással töltötte el szabadidejét a vízparton. Horgászás alkalmával olykor akadt horgásztárs is. Árvai Gyula, Nagy József, Rosszik Mihály, Bíró János, Agós Zoltán, és még sorolhatnám tovább. Volt téma, miről beszélni. Kapásjelző megmozdulás után a csend uralkodott. Fogási siker változó volt. Elteltek a 80-as, 90-es évek, ezekben az időkben horgászversenyeket, évvégi rendezvényeket szervezett. A Horgász Egyesület gondjait ismerve tudta, hogy valamit tenni kell, ha változást akarnak. Ezek után jöttek az elképzelések.
A gondolatait megosztott a horgásztársaikkal is. Az ötleteket a békaringató menedékház helyen többször átbeszélték. Az elképzeléseket addig csiszolgatták, míg a pályázatnak meg nem feleltek. Pályázati feltételek igen kemények voltak. Saját telek, áramvételezési lehetőség, vízellátás, szennyvízkezelés, pályázat megírása. És mondhatnám tovább. Ehhez a munkához egy olyan szorgalmas ember kellett, aki fáradtságot félretéve az eseményeket végig tudta követni. Én az áramvételezési lehetőség kivitelezésében tudtam az Egyesületnek segíteni. A felajánlott villamos hálózat kivitelezési költség összege az Egyesület részére elfogadhatatlan volt. Ismerve a közszülő villamos hálózat építési törvényeit, megkerestem a környéken lévő földtulajdonosokat, akik hozzájárultak a közszülő villamos hálózat elkészítéséhez. 2009. november 10. a közszélő villamos hálózat átadásra került. 2010-ben kezdődött az építkezés. Munkálatok során sok probléma felmerült, amit közösen oldottunk meg a vezetőséggel, horgásztársak segítségével. Sajnos, Árpi bácsi a nagyteremtőt az élők sorából távozásra ítélte. Elindult azon az úton, amelyről nem lehet visszatérni. A hír bejárt az egész várost, hihetetlennek tűnt, de tudomásul kellett venni a szomorú tényt. A megdöbbentő hír után a munka folytatódik, az élet kereke forgott tovább. Horgász Egyesületnek új vezetést kellett választani. A tagság Pongrácz Zoltánt bízta meg az elnöki teendőkbe. Menet közben derült ki, hogy bőven van még megoldatlan feladat. Nem hátrált meg az elvégendő munkától. A megkezdett építkezés befejezte, közös munkájuk eredménye az itt látható három épület. Létesítmény nem csak horgászok használhassák, bárki, aki vízparti pihenésre vágyik. Lehetőség van sportolásra, víziturára, bográsolásra és kemencés ételek sütésére. Minden együtt van az idegenforgalmi turizmus fogadására. Az emlékhely elkészítéséhez kaptam segítséget. Juhász Bélától rajzolásban, Nagy József kőműves munkában, Sárkány Antal kőkönyv elkészítésénél segített. A kopjafát Jónás József és Pongrácz Zoltán készítette. Elhelyezéséhez Nagy Lajos járult hozzá. Az emlékhely elkészítéshez nyújtott segítséget valamennyien köszönjük. Elmondott gondolataimat egy idézettel zárom. Tettem, amit tettem, hittem, amit kellett. Ha nem volt, aki vigye, hát magam vittem. Nem üthetett fel csak úgy az emlékkönyvemet, de lapozhatsz benne, gondolván, hogy ismertél engem. Mindent köszönjük neked, Árpi bácsi, amit munkáddal a Horgász Egyesületnél alkottál. Köszönöm szépen. Csak annyit még hozzátéve a Anti bácsi szavaihoz, hogy Árpád mindig úgy köszönt el a közgyűlésen, hogy és görbüljön a botjuk. És hát reméljük, hogy Árpi bácsinak ott valahol fönt szintén most görbül a botja, és talán ott pecázik az örök horgászmezőkön. Köszönjük még egyszer, és akkor szeretném felkérni Herceg Zsoltot, Mezőtúrváros polgármesterét, hogy mondja el gondolatait. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt családtagok, tisztelt jelenlévők, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak a mai emlékhely avatására. Boldog István országgyűlési képviselő úr megkérte arra, hogy a nevében is köszöntsem önöket, hiszen a mai napon parlamenti elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Tisztelt hölgyeim és uraim, én az önkormányzat képviselő úr, és természetesen a magam nevében is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az emlékhely megvalósuljon, és hozzájárultak ezáltal ahhoz, hogy Árpi bácsi emléke az utókor számára
megmaradjon. Természetesen a családtagok, mindazok számára, akik ismerték és szerették, köztük én is, a szívünkben ott van, de hát nagyon sok vendég érkezik ide, reméljük, hogy az elkövetkező években egyre több, és hát nem árt, hogyha tudják azt, hogy ki volt Balázs Árpád. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Árpi bácsi mezőtúr egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb közösségét, a Mezőtúri Horgász Egyesületet vezette, több mint 1000 tagot számlált akkoriban az Egyesület, és hát én úgy gondolom, hogy méltán készült ez az emlékhely, hiszen a munkásságával, az egész életével ő ezt megérdemli. Szeretném megköszönni még egyszer mindannyiuknak azt, hogy gondoltak rá, ezáltal az emlékét tovább őrizhetjük ezen a módon is, és hát az Egyesületnek pedig azt kívánom, hogy érjenek el, elnök úrnak, és természetesen érjenek el a jövőben minél több sikert, hiszen mezőtúr számára nagyon nagy szükség van egy ilyen egyesületre is, hiszen az adottságaink erre predesztinálnak bennünket, úgyhogy sok sikert és jó egészséget kívánok az egyesület vezetéséhez, az egyesület minden tagjának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A kopjafa leleplezését Balázs Árpád fia és unokái tették meg barátaik, tisztelőik jelenlétében. Az ember lassan öregszik meg. Először az élethez és az emberekhez való kedve öregszik. Tudod, lassan minden olyan valóságos lesz. Mindennek megismered értelmét, minden olyan félelmesen és unalmasan ismétlődik. Ez is öregség, mikor már tudod, hogy a pohár semmi más, csak pohár. És egy ember szegény, semmi más, csak ember és halandó, akármit csinál is. Aztán megöregszik a tested, nem egyszerre, nem. Először szemed öregszik, vagy lábaid, vagy gyomrod, szíved. Így öregszik az ember részletekben. Aztán egyszerre öregedni kezd a lelked. Mert a test hiába esendő és romlandó, a lélek még vágyakozik és emlékezik, keres és örül, vágyik az örömre. És
mikor elmúlik ez az örömvágy, nem marad más, csak az emlékek, vagy a hiúság. És ilyenkor öregszel igazán, végzetesen és véglegesen. Egy napon felébredsz, és szemed dörzsöd, már nem tudod, miért ébredtél. Amit a nap mutat, pontosan ismered. A tavaszt vagy a telet, az élet díszleteit, az időjárást, az élet napi rendjét. Nem történhet többé semmi meglepő. Még a váratlan, a szokatlan, a borzalmas sem lep meg, mert minden esélyt ismersz. Mindenre számítottál. Semmit nem vársz többé. Sem rosszat, sem jót. És ez az öregség. Valami él még szívedben, egy emlék, valamilyen homályos életcél. Szeretnél viszont látni valakit, szeretnél megmondani vagy megtudni valamit, és tudod jól, hogy a pillanat majd eljön egy napon, akkor egyszerre nem is lesz olyan végzetesen fontos megtudni az igazat és válaszolni rá, mint ezt a várakozás évtizedeiben hitted. Az ember lassan megérti a világot, és aztán meghal. Megérti a tüneményeket és az emberi cselekedetek okát, az öntudatlanság jelbeszédét, mert az emberek jelbeszéddel közlik gondolataikat. Feltűnt neked, mintha idegen nyelven, kínai módon beszélnének a lényeges dolgokról, és ezt a nyelvet aztán le kell fordítani a valóság értelmére. Nem tudnak önmagukról sem. Mindig csak vágyaikról beszélnek, és kétségbe esve és tudatlanul leplezik magukat. Az élet majdnem érdekes, mikor megtanultad az emberek hazugságait, és élvezni és figyelni kezdted, amint mindig mást mondanak, mint amit gondolnak és igazán akarnak. Igen. Egy napon eljön az igazság megismerése, és ez annyi, mint az öregség és a halál. De akkor ez sem fáj már.